Doktor úr, megérkeztek az első vakcinák Budakeszire. Az oltási terv szerint mi az ön feladata? Az oltási tervnek megfelelően minket korábban tájékoztattak, hogy Pest megyében fognak oltani, és megkapjuk hozzá az oltóanyagokat, erre felkérték a házi orvosokat. Ez úgy működött ez az egész eljárás, hogy először mi kaptunk egy listát azok közül, azokból a páciensekből, akik regisztráltak a megfelelő korábban ugye meghirdetett módon, vagy a postán keresztül, vagy az interneten keresztül. Ezekből a páciensekből kaptunk mi egy 20 fős listát, az első olyan 20 főnek a nevét, aki a legidősebb. Ebből a 20 főből kellett nekünk behívni telefonon elérhetőséggel 10 pácienst és időpontot egyeztetni. Ezt visszaküldtük a központnak, akik ezt regisztrálták, és ezután február első hetének szerdáján, 2-án megérkezett az oltóanyag az érdi járási központba, onnan minket értesítettek telefonon, hogy mehetünk ezért az oltóanyagért. Szerencsére, vagy pedig talán a jó munkának köszönhetően, és a budakesziek regisztrációnak köszönhetően, mind az 5 budakeszi házi orvosnál ez megvalósulhat. Úgy tűnik a korábban megkapott lista alapján, hogy azok a házi orvosok kaptak most erre lehetőséget, és a páciensek, ahol a legtöbb jelentkező volt. Budakeszi mind az 5 házi orvos lehetőséget kapott, és a páciensek. Megszerveztük azt, hogy az oltóanyagért egységesen egy megfelelő hűtőtáskával egy egység elmenjen, és a mai nap folyamán ez megtörtént, úgyhogy az oltóanyag Budakeszire kiérkezett. A polgárőrség meghozta ezt az oltóanyagot, átvette tőlük, berakta a hűtőszekrénybe. Mi a következő lépés? A következő lépés, hogy az egész pontos időpontját az oltásnak megszervezzük. Ez a mai nap folyamán fog megtörténni. A 10 pácienst telefonon fölhívjuk. A mi praxisunk a péntek délelőttet választotta, úgyhogy a mi praxisunkban 5-én időpontra behívjuk ezeket a pácienseket, akik járóképesek. Előzetesen elküldjük nekik azokat a nyilatkozat forma lapokat, amiket természetesen ki kell tölteni, hogy megismerjék, hogy ez melyik oltóanyag, milyen esetleges mellékhatással jár. Persze ez az előzetes tájékozódás során megtörtént, hogy olyan páciens ne hívjunk most be, aki adott esetben erre most nem alkalmas betegség miatt. Ilyen volt egyébként 2. Az egyik páciensünk, aki kaphatott volna most oltóanyagot, 3 hónapon belül átesett a Covid fertőzésen, ő majd utána kaphatja meg a védőoltást, illetőleg az egyik páciensünk aktív kezelés alatt állt, ezért kellett őt most ebből kihagyni. Doktor úr, ha jól értem, akkor nem ön határozza meg, hogy kik kapják a körzetébe az injekciót, hanem ez a terv alapján. Pontosan, és ez egy nagy segítség a számunkra, egy nagyon szigorú rend alapján hívhatjuk mi a pácienseket be, de a legfontosabb, hogy regisztráljanak. Aki nem regisztrál, erre a lehetőségre nem kerül föl erre a listára, és az a tapasztalat, bár ezt próbáltam visszaigazoltatni, még nem sikerült, hogy aki elektronikus úton jelentkezett, az valószínűleg könnyebben kerül rá a legelső listára, mert hát valószínűleg a papír alapú jelentkezéseket másképpen is nehezebben lehet földolgozni. Tehát aki jelentkezett, regisztrált erre, azt a központban, az én praxisomban lévő betegeket sorrendbe állították, születési dátum szerint, és az első 20-at kaptam meg, és csak ebből választhattam ki, fölülről lefele sorrendben, és azt követve, aki nem élhet most ezzel az oltással, betegség miatt, akkor a következőt kellett számba venni, így a legelső 10 embert tudtam meghívni, úgyhogy ez teljesen független tőlünk, legközelebb is fogunk kapni egy aktuális listát, és így megyünk majd tovább.
Ha 10 emberből valaki nem jön el, akkor hogy nem maradjon meg a vakcina, ezért készültségben lesz bárki is? Természetesen van még pótember, a következő 2 páciens, aki a mostani 10-be még nem fért bele, ők is készenlétben állnak, de én azt gondolom, hogy a legelső 10 ember annyira várja ezt az alkalmat, hogy ez meg fog történni mindenképpen. Az oltás után van egy kis adminisztrációs munkája is, ugye? Adminisztrációs munkánk előtte is van, hogy kitöltetjük, átolvassuk ezeket a nyilatkozatokat. Ugye meg kell vizsgálni a pácienst, hogy most aktuálisan valóban nem lázas, nincsen olyan fajta kizáró ok. Ha ez megtörtént, akkor utána megtörténik az oltás. Oltás után egy fél órát kell felügyelni a pácienst, hogy van-e valamilyen reakció. Egyébként nagyon ritka, és ilyenre komoly reakcióra nem lehet számítani, mert nem hallottam ilyenről. És utána pedig a elektromos erőtérbe, elektromos szolgáltató térbe föl kell tenni a pácienseknek, az oltott pácienseknek az adatait. Most idős emberekről beszélünk. Mi van azokkal, akik nem tudnak eljönni még kísérővel sem? Igen. Igyekeztünk mindenkit behívni a rokonsággal, vagy valaki más által, baráttal, vagy szomszéddal, hogy elhozza ide a rendelőbe. Pontosan azért, hogy az oltás minél gyorsabban és pontosabban megtörténhessék, hogy tudjuk őket felügyelni. Meg az, hogy ezt az oltást miután kibontottuk, 2 órán belül föl kell használni. Így, hogy megérkezett, így még 30 napig használható bontatlanul az ampulla, de fölbontás után ezt hamar be kell adni. Ezért igyekszünk minél gyorsabban ezt megtenni. Nálunk is vannak olyan páciensek, akik nem járóképesek, fekvők, de rászorulnak az oltásra, és meg is kaphatják. Őket a itteni oltássor után kivonulunk, és beoltjuk, és ott végezzük ezt el.